Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszol, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és az utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Mai evangélium kapcsán arról szeretnék elmélkedni és töprengeni veletek együtt, hogy hogy történhetett az meg, hogy az a fiú azt mondja, hogy megyek, és végül nem ment ki. Erről szeretnék beszélni. Hogy történik ez meg? A bevezető gondolatok között rögtön szeretném kihangsúlyozni azt, hogy természetesen itt nem egy példabeszéd elemzéséről van szó, hanem rólunk, ami pedig azt jelenti, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy amikor a mi életünkben valami ilyesmi történik, hogy Isten szól, és mi azt mondjuk, hogy igen, hogy akkor, amikor mégse csináljuk, vagy mégse megyünk ki, akkor ez miért történik meg bennünk, és miért történik meg velünk. Még továbbra is a bevezetéshez szeretném kapcsolni, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai evangélium tulajdonképpen két része van, de ezt a kettőt összekapcsolnám, mint ahogy a Szent Szerző is összekapcsolja. Tehát nem pusztán csak arról szeretnék döprengeni, hogy van két fiú, egyik azt mondja, csinálja, másik azt mondja, nem csinálja. Nem csak erről, hanem hogy a nép véneihez szólt. És írástudók, farizeusok, de itt így szerepel, hogy a nép vénei és a főpapok, hát hogy ő nekik mondja. És akkor itt előkerül az, hogy hát jött keresztelő János, és nem hittetek benne. És az utcanők és a vámosok elmentek, bűnbánatot tartottak, és akkor se hittetek benne. Tehát össze szeretném kapcsolni ezt a két elemet. Csak a kérdés így szól, most ha nézzük a négy elemet, ez így szól, hogy az ember magában azt mondja, hogy megyek. De aztán nem csinálom. Utána látom, hogy mások csinálják, de ez valahogy figyelmen kívül hagyom, egyáltalán nem hat rám, és továbbra sem megyek, sőt, továbbra is valamiféle lenézéssel vagy megvetéssel vagyok a vámosok és utcanők felé. És ahogy mondja a Szent Szerző, hogy még ezután sem, hogy látom, hogy ez lehetséges, sem térek jobb belátásra, egyes fordítások szerint sem térek meg. És akkor még egy bevezető megjegyzés, ez pedig így szól, hogy nem két csoportról szeretnék beszélni, hogy kérdezik, de vannak, akik így csinálják, és vannak, akik úgy teszik, hanem azt lehetne mondani, hogy az emberi szívben leképeződik ennek a példabeszédnek a két szereplője, és a szívünkben van valaki, aki mondja és nem csinálja, és aztán, amikor látja, akkor se csinálja. És a szívünkben van egy másik valaki, aki meg azt mondja, hogy nem, de végül mégiscsak csinálja. Tehát a szívünkről beszélek, nem emberekről, és nem csoportokról, hanem a szívünkről. Na akkor most neki szeretnék állni. Mégpedig
A kérdés akkor így szól, milyen megfontolásaink lehetnek, hogy valaki azt mondja, hogy megyek, de mégsem megy ki. Az első, hogy ő maga egyébként azt gondolja, hogy bőven elég azt mondani, hogy megyek, és ezzel tulajdonképpen megtettem, ami a dolgom. Hogy az embernek végül is az a dolga, hogy jókat mondjon. Tehát valahogy az a dolguk, hogy megfontolásaink legyenek, belátásaink legyenek, jó válaszokat adjunk jó kérdésekre. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy mész-e, és az, hogy megyek, meg is elégszem ez, hogy szerintem ez a jó válasz. De ez a jó válasz, hogy megyek. A többi része tulajdonképpen a homályba vész. Második, hogy hát hallom én ezt a kérdést, hogy mész-e, de hát tudom, hogy ki kérdezi, hát nem tudom, hogy a szőlősgazda, vagy az apa, vagy az Isten kérdezi, hát rutinból azt mondom, hogy megyek, hát nem fogom azt mondani, hogy nem megyek. Hát azt láttam, ki kérdezi, hát megyek. Csak úgy van bennem, hogy erre, én azt mondtam, hogy megyek, hát tulajdonképpen egy rutinosan jó választ adtam, és a többi megint csak elvész. A következő, hogy hát tulajdonképpen én nem is nagyon figyelek arra, hogy most valaki, nem is akárki azt mondta, hogy menjél. De erre én nem is nagyon figyelek, hanem hogy bennem van ez a jó szándékúság, a rendességem, a becsületességem, a jóra valóságom, és hát persze erre a válaszra, hogy én szívjóságból is azt mondom, hogy csinálom, vagy hogy megyek, csak hát utána meg nem. A következő, hogy kezd egy kicsit cifrább lenni a helyzet, mikor azt mondja bennem valaki, hogy jó, én hallottam, hogy mondta, hogy menjek. Tulajdonképpen számít is az nekem, hogy ki mondta, hogy menjek. Én magunk között szól ezt, hogy sose fogalmaznám meg, de szerintem ő már elég öreg. Szerintem én jobban tudom, mikor kell kimenni. Hát jó, értem, én mondtam, hogy most menjek ki, de majd én hogy döntsem el, hogy mikor kell kimenni. Értek én ehhez annyira, hogy el tudom dönteni, hogy mikor kell kimenni. És akkor majd a végén fogja látni, hogy ez a dolog el van rendezve. Tehát most ne akadjunk ki ezen, most nem akkor mentem pont. A következő, hogy picit még tovább megyek, amikor kimondatlan azt mondom, hogy magunk között szólva már sokkal, sokkal régebb óta pontosan jobban tudom, hogy mikor kell kimenni. Hát igazából ennek most már én vagyok a szakértője. Értem én, hogy ő még, hát szegény, olyan öreg, meg idős, ő a gazda, ő azt gondolja, hogy még ő van itt a porondon, de hát valójában én már régen túlnőttem őt, és én sokkal pontosabban tudom, tulajdonképpen én vagyok már ennek a szakértője. De a legérdekesebb az, mikor valaki azt mondja, hogy megyek, de nem megy, és emögött pedig az van, hogyha úgy támadást vett azzal, hogy ő tulajdonképpen hogy van ezzel, hogy mondja és csinálja, és hogy nem mondja és nem csinálja, hogy hogy van, azt tudja megállapítani magáról, hogy ő tulajdonképpen most is a szőlőben van. Tehát nem kell, hogy menjek ki a szőlő, most is ott vagyok. És akkor innentől én gondolataim támadnak, ez a szőlős gazda nem is látja, hogy a szőlőben vagyok. Hát mit nem lát rajta? Hát, tényleg, ugye nem botránkoztok meg, az ember kikívánkozik, hogy ilyen fölkiáltás, hogy az ég áldja meg azt a szőlős gazdát. Hát én már a napi 24 órában vagyok itt a szőlőbe. Most mit mondogatja nekem, hogy menjek ki a szőlőbe? És miért jutottam el ide? Mert ha vannak valakik, akik azt gondolják magukról, hogy ők napi 24 órában vannak a szőlőbe, azok pont a főpapok és a nép. Ők pont ezt gondolhatják magukról, hogy ő nekik ugyan már senki nem mondja, hogy menjek ki a szőlőbe, mikor ők már a hivataluknál fogva is, mert mindenük miatt erről majd lesz szó, ők napi 24 órában vannak kint a szőlőbe. Tehát tulajdonképpen ez a továbbiak, hogy ők most kimentek meg, mit csináltak meg, hogy csináltak, már eleve érvénytelen. Tehát nem is vonatkozik rájuk ez a dolog, hiszen ők napi 24 órában vannak ott. Innen szeretnék akkor tovább menni. Még elmélyíteném ezt a témát, hogy mi indokolja azt, hogy pont a népvénei, hogy pont a főpapok, és persze picit árnyalhatjuk, hogy pont a fogástudók, hogy pont a farizeusok, hogy pont így mondhatnám, hát ez a vallásos elit, hogy pont ők mondják Keresztelő Jánosra, hogy fütyülünk rád. Tehát, hogy pont azok, akikből az lenne a leglogikusabb, ha valakit érzékenyek a prófétára,
Hát nem a főpapok? Hát nem a népvédei? Nem az írástudó? Nem a farizeusok? Az volna logikus, hogy ha valakik igazán érzékenyek arról, hogy egyszer csak az Úr prófétát küld a néphez, akkor pont ez a csoport, és ezek a csoportok. És milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja, beszélgetvén a nép véneivel, írástudókkal, farizeusokkal és a többiekkel, hogy nem érdekes az, eljött ide keresztelő János, nem eszik, nem iszik, hát tényleg olyan, mint egy ideális proféta. Szóval tényleg aztán ott szó nem érheti a ház elejét, na van valaki, aki aszketikus, meg életszentség, meg minden, hát keresztelő János ennek a szíve példája. De nem hittetek neki. Eljöttem én. Most ha semmi más nem láttok bennem, csak mondjuk egy prófétát. Mondjuk csak ennyit láttok, hogy én próféta vagyok, és ezen az alapon hallgattok rám. Hát én pont az ellentéte vagyok keresztelő Jánosnak, mert én maxiba járok, eszek iszok, jóban vagyok itt mindenkivel, bűnösökkel nagyokat lafomázok. De hát ti nekem se hisztek, és nem mentek ki a szőlőbe, mikor mondom. Hogy lehetséges az, hogy pont azok mondják, hogy igen és nem csinálják, akiktől kívülről a leginkább várnánk azt, hogy mondják és csinálják. Vagy pedig, ha már azt mondták, hogy nem, akkor ő bennük születik meg legelőször a belátás, hogy de hát akkor kimegyek, hiszen ők a szakértők. Ők a népvérei, és ők a főpapok, és a farizeusok, és írástudók, és megint nem mondom tovább. Hogy lehetséges ez? Még mindig a szívünkről beszélnek. Hogy lehetséges az, hogy a szívünknek pont az a része nem csinálja, amivel kapcsolatban a leglogikusabb lenne, hogy ő csinálja először. Hogy ő motivált leginkább, hogy ő a legérzékenyebb. Hogy lehetséges ez? Akkor szeretnék most tovább menni. Azt mondhatnánk, hogy azért, és nézzétek el, bénázok itt a lapommal, mert annyi mindent írtam föl, hogy teljesen elvesztettem végére a fonalat. Tehát, hogy vannak számok, de amikor, akkor ez se számít, tehát akkor csak az ügyetlenség marad, tehát most a hét után meg kell találnom a nyolcat, de hát... Szóval tudjátok, aki ezt írta, hát szóval... Szóval, miért van az, hogy pont az a részünk, amiben leginkább bíznánk, hogy ő az, aki legérzékenyebb Isten, és a leginkább tudja, és a leginkább csinálja, hogy pont ő rá nem számíthatunk, hogy mondja ugyan, de nem csinálja. Azért, és ez nagyon paradoxnak tűnik majd, mert pontosan az ő hite annyira átfogja az egész életét, hiszen ezt mondják, hogy nap 24 órában csinálom már, én kint vagyok a szőlőben, annyira átfogja a hite az egész életét, hogy ez nem tűnik föl számára, hogy ez az akadálya annak, hogy ne csak mondja, hanem csinálja. És ezt most szeretném részletezni. Mit jelent ez, hogy pont a népvédeinek, pont az írástudóknak, pont a farizeusoknak, fönt a főpapoknak az életét tényleg keresztül kason szövi az, hogy ő vallásgyakorló és a hitélete, az Isten kapcsolat és a szombat megtartása és a törvények és minden. Mit jelent ez? A következő, mondanám egymás után, mivel kapcsolódik össze a hite ezeknek a csoportoknak a tagjaiban? Mivel? Az első természetesen az önazonosság tudatunkkal. Hát minden esetben úgy éri ő meg magát, mint a választott nép tagja, farizós írásda és főpap is az önazonosságán teljességgel ezt kitölti. Mit mond a Szentírás? Mikor ti láttátok, hogy az utcanő és a vámosok kimentek keresztelő Jánoshoz. Bűnbánatot tartottak, de ti erre se tértetek meg. Nem tértetek jobb belátásra, nem tértetek meg. Akkor miért nem tértek meg? A válasz tulajdonképpen érthető. Mert az önazonosság tudatunkat a megtérésben, a megtérés és a Szentlélek átalakítja. És ezért a nép vénei és a főpapok
teljesen érthető módon jobban ragaszkodtak a már kialakult önazonosságukhoz, mint ahhoz, hogy megszólítja őket Isten keresztelő János által, vagy Jézus által, vállalják annak a kockázatát és szenvedését, megpróbáltatását és a személyiségük megváltozását, amit így mond a Szentírás egyébként, hogy megtérés. Vagyis tulajdonképpen valami olyasmi történik velük, ami logikusan bármelyikünkkel így történik, hogy akkora kihívás az önazonosságunkat valami elképesztő alapjaiban és gyökereiben engedni, megváltozni Isten szavára, hogy az ember kimondva, kimondatlanul inkább azt mondja, én már erre a maradék életemre ragaszkodnék a kialakult önazonosságomhoz. És köszönöm szépen, egy olyan valamennyire egy megtérésszerű életet megpróbálok élni, de azt a radikális változást, hogy keresztelő János mond, meg amit Jézus mond, ezt köszönöm szépen, ezt én már nem vállalom. Második gondolat. Mivel fonódik össze a hite népének, nem mondom ezeket végig, hát a vallás gyakorlatukkal. Hát a vallás gyakorlatukat keresztül kasul szövi mindaz, ami az ő hitük, vagyis a szombat megtartása, a törvények megtartása, és jön Jézus. És mivel kapcsolatban működik másképpen, a számukra annyira fontos vallás gyakorlat elemeivel kapcsolatban. Miközben az ő hitük ezekkel összefüggésbe került. És ezért a nép vénei és a főpapok és a többiek, amikor el kell dönteni, hogy most keresztelő János szavára vagy Jézus szavára figyeljenek-e, akkor inkább azt mondják, én inkább a vallás gyakorlatom elemeit fogom folytatni. Mert eddig is így csináltam, és ezután is így járok el, már csak azért is, mert mindez összekapcsolódott a hitemmel. A következő, a hitük összekapcsolódott az értéktudatukkal. És ezt nagyon hangsúlyosan mondom. Hát pont azért, mert őket átjárta a hitük, a személyiségüket átjárta a hitük. Ezért megvolt az értéktudatuk, mi értékes és hogy értékes, összes többi. És az értéktudatuk, ahogy kialakult, ez az értékközpontuságuk. Mikor el kellett volna dönteni, hogy a már hitem által átszőtt értékközpontuságom alapján cselekszem, vagy nem, vagy pedig egy számomra eddig idegen keresztelőnek nevezett sáskát meg vadmézet erő, ilyen lehetetlen torzomborz alaknak a szavára bízzam az életem, vagy egy lagzin duhajkodó prófétának tűnő valakire hallgassak, hát álljon már meg a menet. Jó lesz nekem az egy kialakult értéktudatom. Mivel kapcsolódott össze a hitünk? Ezt folytatom, ha megtalálom, hogy hol folytatódik. Például a csoport tudatukkal. Hát ez mit jelent? Miről van szó? Nép, vénei, fő, papok. Nagyon elit csoportok. Nyilván ott van egy nagyon erős, csoportos önazonosság tudatuk. A nép vérei és a főpapok mit érhetnek meg saját magukkal kapcsolatosan? Hát mi vagyunk a hit őrzői? Hát mi vagyunk a hit letéteményesei? És akkor most a nép vérei, hát mi vagyunk a választott nép életének megmaradásának, Isten kapcsolatának a szakértői? Hát ezt mi rendezzük itt? És ezt mi adagoljuk és adjuk tovább ottan a pásztoroknak, ilyen vámosoknak, meg ilyen mindenféle halászoknak. Hát ezt mi értünk ehhez? Hát itt van egy nagyon erős csoport tudat és csoportos társas önazonosság tudat. És ezzel szemben mi az, ami megrendítően kikezdhetné ezt, hogy végül mégiscsak kimenjenek, az az, hogy eléjük áll Jézus, és közülük senkit sem választott ki. Hogy ő itten 12 halásszal, nem 12 halász, mert néhány halász, meg egy vámos, meg ilyen szabadságharcosok, meg ilyen
ilyen senki házikkal csinált itt egy csoportot. Most ha el kell döntenem, most ezekkel vagy azokkal, hát na. Hát te el se gondolkozok rajta, hogy melyik csoporthoz kívánok tartozni. Következő, hát itt a négy vérei és a főpapok. Mivel kapcsolódott össze a hitük? Ma ezt így mondanánk, hogy a nemzeti önazonosság tudatukkal. Hát ez mit jelent? Ők a választott nép. Hát ezt ma így mondanánk, hogy nemzeti önazonosság tudat. A választott nép. Hát a hitük, hát nem hogy összefonódott ezzel, hát szinte el se tudják választani a nemzeti önazonosság tudatukat a hitüktől, hiszen Isten hívta őket meg, mint választott népet. Hát hogy választják el a kettőt? Hát pont ez a hitük lényege, szépsége, gyönyörűsége. És akkor közben meg hát, találkoznak Jézussal, aki olyan dolgokat csinál, hogy fenyegeti a választott nép fönnmaradásának a föltételeit. Hát látnivalóan még itt a római főhatósággal kapcsolatosan is, hát tűrhetetlen dolgokat csinál. Azután, mi az, amivel a hitük összefonódik, de úgy, hogy szét se tudják választani, hogy ez a hitem, vagy esetleg valami más működésem? Hát ez a hazaszeretetük. Miért? Azért, mert ahol éppen vannak, azt ők hogy hívják? Úgy hívják, hogy ez itt az ígéret földje. Hát ez az ígéret földje. Hát nem akárkinek ígérte, az ős atyáinknak ígérte meg a kimondhatatlan nevű, az Úr, hogy ez lesz nemzedékről, nemzedékről, ez lesz a mi földünk. Hát az ígéret földje. És jön Jézus, és nem látjuk, hogy fegyverbe öltözne. Nem lesz sem katonai, sem politikai, sem gazdasági messiás. Hát mint hogyha pont valami olyasmi, ez nem kapcsolódna, ami, hát ami a hitünknek az alapját jelenti. Hogy a hitünk összekapcsolódott azzal, hogy ez itt az ígéret földje. Ábrahám és Izsák és Jákob és... Mi az, amivel összekapcsolódik a hitük? A személyes kiválasztottság tudatukkal, hogy ők nem akárkik. Hát ő a főpap. Hát ő nem akárki, ő a nép vezetője. Hát a személyes kiválasztottság tudatát átszövi számtalan szállal a hite. És ezért nehéz elválasztani most a hitem, vagy pedig a személyes hát, önazonosság tudatom és elhivatottságom. És ide megint csak hadd utaljak valamit. Hát, a hitét átkozik azt, hogy nem véletlen én vagyok a főpap. Nem véletlen. Hát az Úr akarata nyíl, hogy így van, nem véletlen. És itt látok valakit, aki magát profétának tartja, meg nevezi, meg még nem egész meredek megnyilatkozásai vannak. És hát szokta azt mondani, hogy menj és mutasd meg magadat a papoknak, a leprásnak, miután meggyógyította, meg eljár a jeruzsálemi templomba, ezt látjuk meg szombaton a zsinagógában, de hogy különösebben, hát hogy mondjam, hát velünk nem egyeztet. Hát nem egyeztet. Hát bejön a templomba, és akkor az asztalokat szanaszét forgatja. Hát azért rájön meg a menethez, azért csak van azért a liturgiának is, meg az Isten tiszteletnek, meg mindennek valami rendje. Hát mit képzel? Hát ugye már miért mennénk ki a szavára? Hát dehogy megyünk ki? És végül azt mondhatnám, hogy a hitük összekapcsolódik a világnézetükkel. És a világnézetükben teljesen világos az, hogy vannak igazak, elegánsan élhetik meg, és mondták is azt, hogy a világosság fiai, és vannak tehát a bűnösök, ezek a pásztorfajta, bábosfajta, utcadőfajta, akárkicsodák, a galileaiak egyébként úgy, hogy vannak, a szamaritánusok úgy, hogy vannak, hát a sötétség fiai, és akkor, hát most ezt kéne nekem fölülvizsgálni, hogy hitem teljesen átfonódott ezzel, a világosság fiai, és hát a sötétség fiai, akik nyilván megtérésre szorulnak. Elmondanám nektek, hogy milyen érdekes ez, valami miatt ma nincs közvetítés. Véletlenül nem működik a technika. Szóval ezt most csak nektek mondom.
De ez nem ok arra, hogy itt elszaladjanak velem a lovak, mert hangfölvétel lesz. Tehát most már csak megnyugtatásotokra mondom, utolsó néhány perc következik. Szerettem volna veletek együtt megérteni azt, hogy a nép énei miért nem mennek ki. És amikor látják, hogy az utcanők kimennek, és a vámosok kimennek, hogy ez miért nem hat rájuk. Hogy miért nem hat rájuk sem Keresztelő János, sem Jézus, mert nem hat rájuk. És a válasz akármennyire ugye paradox, mégiscsak ez a hitük miatt. A hitük miatt nem hisznek Keresztelő Jánosnak. És a hitük miatt nem hisznek Jézusnak. Mert ahogyan ők hisznek, az annyira átszőtte az egész életüket, erről mondtam, 8 tényező, hogy amikor ott van, hogy ennek a lehetetlen kinézetű embernek higgyek, vagy ennek a életet élvező rabbinak. Hát már az is nagy szám, hogy egyáltalán azt mondtam, hogy megyek. Nem, hogy még menjek is. És hogy azt mondtam, hogy megyek, hát azért mondtam, hogy hallják, hogy én megyek. Na, hát hallják. Most semmiképp se szeretném ezt befejezni. Nem tudom, át tudtam-e valamit adni abból, hogy vasárnap reggel, amikor fölkeltem, még nem voltam ennyire megértő és együttérző a nép véneivel és a főpapokkal. El kell nektek mondanom, most itt este ez a 6 óra 28 perc, és 57 évesen most vagyok a legmegértőbb és a legegyüttérzőbb a nép véneivel, azután a főpapokkal, az írástudókkal, a farizeusokkal és mindenkivel, akik tulajdonképpen valahogy ebben a történetben úgy szerepelnek, ahogy. Sosem értettem ezt még meg így ennyire, és ezt miért akarom hangsúlyozni, mert hadd húzzam még egyszer alá, azok a főpapok a szívünkben vannak. Hát itt vannak nálunk a nép vénei, a farizeusaink, hát itt vannak bent. És jön Keresztelő János, és jön Jézus, és itt a szívünkben valakik azt mondják, például azt mondják, remélem hamar vége lesz a beszédnek, mert úgyis az számít, hogy vasárnap eljöttem. És ezt a papok jönnek, mennek, nem? Ez is majd elmegy valamikor, és akkor ennyi. És nekünk van egy hitünk, és ez ilyen nagyszerű. Ez az anyaszentegyház. Úgyhogy akkor tényleg mindjárt elvonulok, de azzal szeretném befejezni, hogy még záró megjegyzésem lenne, miután sokkal jobban együttérző vagyok magammal, hogy miért nem csinálom, ha kéne, miért nem megyek, hogyha kellene, hogy mit volna, vagy lehetne érdemes fölfedezni. Az első, hogy érdemes volna sokkal alaposabban megpróbálunk megérteni nem csak azt, hogy mit hiszünk, hanem hogy amit hiszünk, azt hogyan hiszünk. Tehát nem csak a hitünk tartalmát kellene nagyon komoly tudatosítás és önreflexió tárgyává tenni, hanem azt, ahogyan hiszünk. A második, az egyháznak számomra csodálatos hagyománya az, amit a papnevelő intézetben újból és újból mondtak nekem, hogy az ortodoxiának, most itt a katolikusságot ortodoxiának tekintve, két nagyon fontos alapja van. Az egyik az ortodoxia, vagyis a helyes, kipróbált tanítás. A másik az ortopraxis. Tehát a helyes, kipróbált, Istennek tetsző cselekvés. Vagyis a második megfontolásom az, hogy sokkal inkább érdemes volna fölfedezni az ortopraxisnak a jelentőségét abból a szempontból, hogy mit jelent, hogy katolikus keresztény vagyok. Csak egy játék, egy gondolat,
Tudjuk, hogy milyen sokkal kevesebben mondták magukat kereszténynek vagy katolikusnak a népszámláláskor. De bátran mondhatta és x-elhette be valaki, hogy ő katolikus, aki meg van keresztelve, ugye? Mert a kérdés is erre irányult, hogy tartozol-e valamilyen felekezethez. Tehát ha meg vagyok keresztelve, ez alapján joggal x-elhetem be, akkor is, ha soha nem megyek templomba, hiszen meg vagyok keresztelve. Nem érdekesebb az, hogy tulajdonképpen egyetlen esemény, ami felül egyébként én nem is hoztam döntést, mert a szüleim döntötték el, a közgondolkozásunkban elégséges lehet ahhoz, hogy én azt x-eljem be, hogy katolikus vagyok. Most képzeljük el, hogy vagyunk ilyen mondjuk 9,5 millióan, és megkapjuk ezt, és ott van, hogy melyik felekezethez, vagy vallásos vagy-e. És a következőn kezdek el gondolkozni, hogy hát én valamennyire azért ismerem az evangéliumot, hát mondjuk vasárnapok én sose járok templomba. De hát valamennyire azért egyszer elolvastam az evangéliumot, nem hosszú. Hát egyszer elolvastam, és látom, hogy Jézus mit, hogyan élt, és mit mondott, és én szerintem nagyjából valami ilyesmi féleképpen élek, és ha nem, akkor azt nagyon tudom bánni. Szóval én ezt beékszelem. Ez az ortopraxis. Hogy valaki, aki nincs megkeresztelve, tehát én tulajdonképpen... A harmadik, hogy azt is tudjuk, hogy a hitünk nem csak erős lehet, mint a nép véneinek, meg az írástudóknak, meg a főpapoknak nyilván, hú, kipróbált erősít, hanem érett is lehet. Tehát amit megint érdemes volna felfedezni, hogy egyre inkább valamilyen érettségre eljutni a hitünkben, aminek mi a föltétele? A személyiség érettsége. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de minden kutatás azt bizonyítja, hogy az ember hite jó eséllyel és leginkább és legtöbbször pont olyan érett, mint amilyen érett a személyiség. És egy nem túl érett személyiségű embernek is lehet nagyon erős hite. És egy nem túl érett személyiségű személy nagyon erős hite, lehet, hogy másokat néha fenyegető hit lesz. Sőt, még azt is tudjuk, hogy amikor nagy megpróbáltatásban, nehézségben vagyunk, az egyébként érett személyiségű személyeknek a hite is egy-két minőséggel lejjebb kerül. Tehát a többségünk pont, amikor úgy nagyon érdemes volna a hit alapján, egy kevésbé érett hit működés módja alapján fog cselekedni, mint amivel egyébként rendelkezünk akkor, amikor nem vagyunk nagyon nagy bajban, hétköznapi szóval élve stresszben. És végül ez a negyedik, hogy akkor mit lehetne tenni? A negyedik, hogy a csoportjainkban, a közösségeinkben, a felekezeteinkben, az egyházainkban és a vallásosságainkban érdemes volna azokat, akik valamilyen profétai kritikával élnek a saját közösségük felé, átgondolni, hogy amit tesznek, az a közösség ellen van-e, vagy pedig profétai kritika. Keresztelő Jánost kivégezték, Jézust kivégezték. Tehát érdemes olyanokat, akik profétai kritikával élnek, és tudjuk mindkettőjüket tulajdonképpen ezért végezték ki, nem úgy értelmezni, hogy ők fenyegetik a csoportot, hanem úgy, hogy ez talán Istentől származó profétai kritika. Záró mondat. Valójában ez a beszéd egy bevezetés ahhoz a beszédhez, amit nem tartok meg. Ez a beszédnek a témája a következő. Amikor valakiben, a személyiségünkben, a szívünkben megszólal, nem megyek ki, és végül kimegyek.
Na, az miért van? De ezt a beszédet ténylegesen mindegyikünknek idebben magának érdemes megírnia.